Gratulálok! Ön nyert egy Csuszi Creator kódot, amit teljesen ingyen, bérmentve használhat minden vásárlás előtt a shopban. Használja ön is a világ legjobb kódját, a Csuszi kódot! Hello, hello mindenkinek! Jön a Brawl Talk, baby! Miau! De ha macska, akkor biztos, hogy Sanyi. De szép macska vagy, Sanyi. Szóval itt van ez a csodálatos kép, a háttérben látunk menő kis sivatagot, ami még annyira nem volt, bár egyébként a Tarasz bazár amúgy kötődhetsz hozzá, de mint maga a sivatag, a desszert, azt szeretem nagyon, főleg az erdei gyümölcsös tortát. A sivatag az menő, szóval ez lehet egy új helyszín is akár. Maga a karakter, hogy eddvel ennyi van ráír, hogy miáó, tehát semmi extrát nem kaptunk most, pedig általában szoktak ugye kiírjat, hogy új karakter, új zene, Scooby-Doo-Doo. És most nincsen semmilyen. Most valójában akkor lehet, hogy csak egy új karakter kapunk, nem hinném. Szerintem inkább lesz még ilyen, hogy surprise, mother... De nem tudhatjuk. Lehet, hogy tényleg csak ennyi lesz. Egy karakter, illetve ez az új helyszín. A homokos helyszín, ahol a Sandy, mint a homokos, nagyon helytálló lehetne. Mármint úgy homokos, hogy a Sandy az azt jelenti, hogy na mindegy. Ugye itt van ez a karakter, ami elvileg egy macska lenne, de szerintem nem. Eddig még sose az volt, mint amit mutattak. Sose az volt, amire rá akartak minket vezetni, chat. Emlékszem, amikor jött a Lou, mindenki azt hitte, hogy egy hógolyó ember lesz. Én is azt hittem, hogy egy hógolyó ember lesz, és valójában az árnyék az nagyon nem azt adta, ami valójában volt. És most is úgy tudom elképzelni, hogy nem biztos, hogy az lesz, de valamilyen átvitt értelemben meg a macskákhoz lesz köze. Lehet, hogy Sanyi lesz a macska, de ki tudja. Úgy néz ki, mintha egy ilyen mágus lenne amúgy. Mohójójó, az is lehet, hogy egy ilyen gonosz karakter, mert amúgy tényleg úgy néz ki, itt egy mágus. Itt egy köpeny, érted rajta? Itt van ez a kis szoknya, kesztyűje mondjuk, itt a fejfedő, olyan Maugli fejű, ott a majomfüle, és akkor miáó. Ugye a helyszín az megadott, tehát azt látjuk, hogy egy sivatagos. Valószínűleg ez lesz az új hely. Szín. Esetleg a seasonről lesz-e szó, vagy ez még a season előtti, mert akkor nagyon gyorsan kéne még egy update-et kiadniuk, mert nézzük csak meg mennyi idő maradt hátra, chat? 9 nap, áh! Tehát akkor az új seasonről biztos, hogy lesz szó. Posztot láttam-e? Nem láttam, na várjál. Akkor még ezt is megnézzük. Na jó! Srácok, kakiszagot érzek. Itt van a közelben. Hát egérkaki volt. Ettől bűzlik ez a kégli. Ugye mivel egy macska karakterről lesz valószínűleg szó, legalábbis ugye erre enged következtetni az a pöltolkos stream, amit kitettek, amit ugye az a miau. Hát a macska szokott így beszélni, úristen. Biztos, hogy nem kutya lesz. És itt minden, ami egy macskára utal, itt van. Annyira obvious. Itt van a gombolyag, amivel szeretnek a macskák játszani. A kis sunyi nem mosta meg a lábát, mielőtt bejött volna, érted? A szőnyegbe beledrakta. Itt van a macska kaja. Az a név van ráírva, hogy Kit. Szóval lehet, hogy ez lesz az új karakternek a neve, vagy Kit. Ami ugye Kitönnek a rövidítése, ami angolul azt jelenti, hogy kis macka. Szóval sajnálatos módon nem Sanyinak fogják hívni, pedig tudjátok jól. De szép macska vagy, Sanyi. Itt van egy kaparófa is a macskának. Van egy ilyen játékegér, amivel elhuncutkodhat. Nem úgy, mint Nosika, hanem úgy olyan más értelemben, így eljátszadozhat. Itt van egy ilyen izéje, nem tudom mi, hogy hívják, egy ilyen játszótér a macskának. Itt ugrál, csicsi-zsuzsi-zsuzsi, itt megleverte a vázát. Itt van a Vicelli, és obviously az ő macskája. Valószínűleg ő lesz akkor az új karakter. A fekete cica. Ceca. És itt pózolnak a képen, aztán van itt egy Spike-os kép is Shellyvel, majd utána van Coltali is, szóval tudjuk jól, hogy ez Shellynek a lakhelye. Itt él, itt van a macsesz is, ott felül pedig valaki nem vette volna észre, gift shop, de ott van bent Bali, kiszolgálja őket, úgyhogy Bali bárja egyúttal, szóval ez nem egy új helyszín. És itt a háttérben pedig látszódik ugye a sivatag, ami rajta volt a Brawl Talk-os képen, van egy-két olyan ruha, várjatok, a skinjeiből milyenek vannak, mert ez hasonlít a Star Shelly's skin ruhájához. A Vicellinek nem ilyen cucca van amúgy? Ilyen haris nyája, vagy mi ez? Ezek a skinjeinek a ruházatai. A piros kendő pedig a bandita Shelly. Így bizony. Itt a háttérben, ha megnézitek, tényleg olyasmi, mint hogyha egy ilyen csészehaj lenne. Egy ilyen őrhajó alakot formál ki. Már-már ez a felhő is. Látjátok, a macska az befelé jött. Tehát itt vannak a nyomok. Tehát Shelly valamint megijedt nagyon, és eldobta a tiszta ruhákat, amit leszedett. És meglepődött valamint, és felfele néz. Valami ott van fent. Vagy az égen, vagy ház tetején. Na most ez merre fele néz? Szóval akár lehetne valami UFO-s téma is amúgy, ami a sivatagiba tökre beleillene. Gondoljatok bele! Uriah Meme. Az a 51-es, ugye? Uriah 51? Már nem is emlékszem, hogy hogy volt pontosan. Az is egy sivatag kellős közepén van. Egy UFO macska? Kit alapból egy olyan elnevezés. Bele gondoltak a Knight Rider, meg a többi, hogy ilyen tökre ilyen jövőbeli, ilyen futurisztikus hangzása van. De várjál!
Itt valami brutálisan beárnyékolja az egészet. Tehát ezt a részt valami oltáriad, de nagyon durván beárnyékolja. Tehát azt a részt, mert látjátok, hogy itt van az árnyéka, ez Shellynek, de itt valami brutális nagy árnyék van. Óriás macska kit? Vagy tényleg egy csészealj akár? Mert ez az árnyék, ez sehogy nem létezne ott. Ennyire erőteljesen nem lenne árnyék, hogyha, ha ugye felhőről van szó. Nagyon nagy dolog kell ahhoz, hogy ekkora árnyékot ide vessen. És mondjuk egy csészealj, ami a háttérben egy utalás lehet akár, ez helytálló lehet. Ami szerintem inkább a season következő témájához adhat hozzá pluszban, mert szeretnek vegyíteni dolgokat. Tehát simán. Kiraktak egy képet Instán, háttérben űrhajók vannak. Na nézzük az Instás képet is. Ez eléggé futurisztikus. Volére volt utalás egyszer, másszor pedig a Star Wars-ra. Ez lehet, hogy amúgy utalt arra, hogy valami űrös téma fog közelegni. Átitt értelemben jelentheti ezt akár. Ön is szeretne ilyen vagány termékeket beszerezni, mint az Arcade Champions-ös póló? Már elérhető! Teljesen elérhető! Egyet fizet, egyet vihet akció, egérpad! Póló, bögre, vagány bögre, és még plüss maci is kapható. Wow! Arcade Champions-ös termékek, csúszi.hu!